Majd nem lesz ingyen jogosítvány középiskolásoknak, ez az autó kéne jelenleg a legjobban. Így lopják az autókat Magyarországon, terrorral mennek a Tesla ellen Németországban, tényleg elkobozzák a gyorshajtók autóit Ausztriában. 2024. március közepetáján járunk, én Karotta vagyok, és ez itt a TC Híradó. Sziasztok! Elnézést a szokásosnál némileg hosszabb kimaradásért híreképenséggel akadtak volna, de valahogy mindig rossz ütemben voltunk egymással dögrováson. Plusz kellett készítenünk ugye egy videót arról, hogy milyen érzés versenypályán csapatni ezer Erős Model S Pleddel, Renault Alpinnal, Kia EV6 GT-vel és BMW M2-vel, ha esetleg nem láttad még, és a hírek után még valami kell, akkor feltétlenül nézd meg azt is, mert klassz volt. Ez jaj, 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 már megint nem... Ez egy hajó! Jaj, 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 jaj. És most úgy tűnik, hogy Amerika mégiscsak érzi, hogy mi az, ami igazából menő, ugyanis a Rivian, tudjátok, a másik nagy elektromos autó startup, amelyik nem a Tesla. Eddig egy autójuk volt, ami létezett pickup és SUV formában, ez volt az R1, és most bemutatták mellé az újakat, ami az R2. Ez az autó, amit közben nézegettek a bemutatója alkalmával, igazából tök ugyanúgy néz ki, mint az R1, csak egy kicsit kisebb, de állítólag egy teljesen új platform, aminek a lényege, hogy sokkal olcsóbban gyártható legyen, vagyis az árverseny végre megy tovább, ami hosszú távon ugye nekünk jó lesz. Ennek is nagy nyomásos öntéssel csinált karosszéria részei lesznek, vagy legalábbis padlólemez részei, és struktúrális eleme lesz az akkumulátor csomag, ezek mostanra mint kezdenek standard modern villanyautó architektúra részeké válni. Lesz hátsókerék és elsőkerékhajtású változata is. A leggyorsabb az nyilván eszreveszetten gyors lesz, és állítólag a saját 46-95-ös akkumulátor cella formátum segítségével kb. 500 km-t fognak tudni elmenni a hosszú távú változatok, és 10-80%-ra 30 perc alatt lehet majd őket feltölteni. Ezek közül bármelyik mondatot elmondhattam volna szinte, akármelyik modern villanyautónál, ugyanis ahogy egyre uniformabb az, hogy hogyan működik egy autó, annál több hangsúly annak, hogy mire való, hogyan néz ki és milyen érzelmeket kelt. Ez az autó pedig azoknak szól, akik ugye egyrészt nem akarnak Teslát, másrészt szeretnek az autójukkal a szabadba menni, a természetbe járni, használni rendesen, telepakolni gyerekekkel, kutyákkal, szörfdeszkákkal, motorbiciklikkel és mi mindennel. Szóval az olyan kalandkedvelő illetőknek. És azután, hogy bemutatták ezt, ami a következő megvásárolható Rivian, amit már állítólag jövőre, talán vagy jövő utáni évben már árulni is fognak. És amikor a prezentációnak vége volt, akkor a vezérigazgató egyszer csak egy Steve Jobs-i azt mondta, hogy One more thing. Vagyis még egy dolog, és megérkezett ez. Az R3, ami egy érdemben még sokkal kisebb, fantasztikusan jó pofa, kis autó, aminek szintén vannak klassz részletei, ugyanúgy fölnyílik külön az üveg, Ugyanúgy benne van elvileg ez, hogy le lehet vele menni az épített útról, de a legfontosabb, hogy mennyire veszettül kívánatos a szemünknek. Valaki ladanivát lát benne, valaki egyes vagy kettes golfot, de hogy ez egy európai hatchback a 70-es évekből, de sajnos ezt csak 2027 után fogják árulni, ami annál is fájdalmasabb, ó, kimondani is borzalom, hogy ez az R3X belőle, amikor ugyanehez még egy kicsit ballonosabb terepgumik is vannak, és az autó, aminél kívánatosabb koncepciót nem láttunk még idén, pedig már túl vagyunk az éve első egy negyedén, azonnal gondolkodás nélkül így, ahogy van kéne, hogy az egyelőre még mindig nem létezik. És hát a jó ég tudja, hogy a Rivian megéli azt a három évet, ami ahhoz kellene, hogy ezt piacra tudják dobni első körben ráadásul még akkor is csak Amerikában. Szóval ábrádoztunk. És az ábrándozás után, ahogy már szoktuk vissza a magyar valóságba, Tuzson Bence igazságügyminiszter miniszter a hatalmas, vörös felkiáltó évek közé ékelve a Facebookjára múlt hét csütörtökön, hogy 2024. szeptember 1 től az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak, ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is. Hát ez fantasztikus, és bámulatos, és egyben lenyűgöző, annyira döbbenetesen levert minket a lábunkról, hogy mire megvitattuk volna a szerkesztőségben, hogy ez hogyan lehetséges, addigra egy nagy illetve pillanat is bekövetkezett a magyar közéletben, ugyanis néhány órával később délután azt írta ugyanő, hogy 2024. szeptember 1 a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ és az egészségügyi oktatás. Jó hír, hogy az állam már idén pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését is. A cél az, hogy a jövőben ezt teljes körülvé tegyük, vagyis körülbelül annyira biztos, hogy lesz ingyenes jogosítvány a középiskolásoknak, mint amennyire, hogy az a kívánatos rivián valaha elkészül vagy elér mondjuk Magyarországra. Ám de vegyük észre a sok cinizmus közt a jót is, hogy az ingyenes jogsi az összességében mennyire lesz jó vagy rossz buli, azt nehéz lenne eldönteni, de az, hogy beemelődik a közoktatásba a kresz és az egészségügyi oktatás, az egyértelműen rohadt jó és nagyon hasznos. Most, hogyha ezt a táblát látja egy út elején, akkor mit csinál? Attól meg kell állni. Meg kell állni? Meg kell állni, ha olyan veszély van, hogy nem bőr kerülni. És hogyha semmi nem jön, csak ezt a táblát Attól látja. Attól ne, igyenesen. Megy tovább? Megy, megy tovább. Mindegy, hogy lesz belőle jogosítvány vagy nem, hiszen a kreszt ismerni nem csak az autóvezetéshez hasznos, hanem ahhoz is, hogy az ember mondjuk részegen ne rollerezzen keresztül, átlósan egy kereszteződésen és nyírassa ki magát ezzel, amitől mindenki nagyon szoború lesz. Na most, hogyha egy ilyen tábla van mondjuk, akkor mit tetszik csinálni? Azt, azt nem tudom, mit jelent. Nem tetszik. Nem tudom. Maradjunk még egy kicsit Magyarországon, a Vezes.hu írta meg, hogy meghökkentő módszerrel lopják az autókat itthon, nem szerintük, hanem a rendőrség szerint, mert kijött a 2023-as statisztika, amiből az derült ki, hogy Magyarországon tavaly a leggyakoribb autólopási módszer a nyitott gépjármű saját indítókulcs használatával történő eltulajdonítása volt, ahogy ezt zsandárlingóban kell mondani, vagyis, hogy egyszerűen benne hagyja az állampolgár az autójában a kulcsot és ott hagyja, ameddig beugrik valahova. Drága állampolgárok, én értem, hogy körülöttünk mindenki szent, és ez a létező világok legjobbika, de mégse csináljunk már ekkora hülyeséget, amennyiben nem feltétlenül szükséges, hiszen látjátok, visszaélnek vele. A második leggyakoribb módszer pedig a kulcslopás volt. Ebből levonhatunk néhány érdekes következtetést. Az egyik az, hogy minthogyha régen nem ilyen jellegű dolgok lettek volna, tehát igenis változik a világ, az autók biztonsági berendezései, az okos kulcsok és hogy az ezekből következő átalakulás, bár azt is tudjuk, hogy ugye az átlag magyar 16 éves autó nem biztos, hogy rommá van okos kulcsozva még. Ami a márkák sorrendjét illeti, az Opel, a Volkswagen és a Suzuki volt az első három leglopottabb autó, ami összevág a gyakoriságukkal. Aztán jön a Ford, a Mercedes, a BMW, a Renault, az Audi, a Fiat, a Skoda, Peugeot, Toyota. Ez nagyjából a top 10. Tanulságos tehát, hogy nem feltétlenül a legnagyobb, prestízsű és legdrágább autókat lopják, hanem azt, amiből sok van, és ezért mondjuk könnyű az alkatrészeket széjjel Facebook marketplace a lopások helye szerint Budapest volt a legnépszerűbb, ami érthető, hiszen itt van a legtöbb autó, de itt is csak 103 autólopás volt tavaly, és ez volt kb. 30%-a az országosnak, ami azt jelenti, hogy az nagyjából tehát 300 valamennyire jön ki. Ez ahhoz képest, hogy az én fejemben, az én emlékeimben még tízezeres nagyságrendű autólopás volt egy évben, nyilván nem most, hanem nagyon régen csak ez ilyen mélyen beégett, az azt jelenti, hogy ez a drámai autólópósdi ez úgy ténik, hogy nagyjából kiveszett Magyarországról, és ennek nyugodtan lehet örülni. És ha már megidéztük a 90-es éveket mondjuk, akkor érezzed magad olyan öregnek, mint én, miután egy csengettyűse feliratkoztál, amivel nekem a lehető legnagyobb örömet okozod. Nézd meg ezt itt! Ez itt egy igazi, számos Suzuki Swift sedan. Úristen, úristen, ide jutott a világ. Félreértés ne nem a suzuki van bármi bajom, nekem volt ilyen autóm, ugyan nem szedán, életem egyetlen szalomból újként vásárolt autója egy Suzuki Swift volt. Inkább csak az a súlyos, hogy így elszaladt az idő, hogy oldtimer feliratos rendszámot lehet kapni valamire, amire új autóként ácsingóztam és oké, okay, ősz a hajam, de hát mégis itt vagyok és beszélek hozzátok. És magyar blokkunkat lezárva, mi a helyzet a használt kocsi importtal? Európa szerte úgy tűnik, hogy végre esik a használt autók ára, ezért egy kicsit újra kifizetődőbb behozni, úgyhogy az év első két hónapjában be is jött 18.600 autó, ami némileg több, mint szokott, és pont ugyanennyi új autó is fogyott az év első két hónapjában. Úgy nézett ki a használt autó lista, hogy első körben Volkswagen, Ford, Opel, Audi, BMW, Mercedes, Hyundai, Toyota, Kia és Honda, és az egész használt autó piacból a legnagyobb meglepi nekem az, hogyha megnézzük most a modellek listáját, akkor ott találjuk ugye a Golf, Passat, Focus, Corza, Meriva és Seed mögött rögtön az i3-as BMW-t, ami a lista egyetlen kizárólag elektromos autója, és hogy ilyen nagyságrendben jön be, tehát, hogy ennyire tömegtermék, hogy a becsületes neper meg ne tudja, hogy több i3-as jön be, mint Honda Jazz. Bámulatos korban élünk, és egyben abszolút értem, az i3 egy annyira kellemes, annyira jó használható, annyira vidám autócska, hogy tökre megértem, ha valaki vásárol magának ilyet, csak aztán az Isten ért, nehogy véletlenül neki menjen vele bárminek. Mert az nagyon drága. Mindeközben Németországban, ahonnan ezek a használt autók általában jönnek, egy vulkán nevezetű szélső baloldali terrorcsoport, ilyet is utoljára azt hiszem, a 80-as években emlegettünk Németország kapcsán, az extrém kapitalista kizsákmányolás ellen a Tesla gyár teljes megsemmisítésére, fosztogatásra és gyújtogatásra buzdító kiáltványt tett közé, azután, hogy felgyújtottak egy hatalmas távezeték oszlopot és esetleg hozzátartozó egy transformátort is, aminek a segítségével egyrészt megbénították kb. egy hétre a Tesla Berlin-Brandenburgi gigagyárát, Másrészt néhány óvodát, iskolát, idősek otthonát és magánember lakását ezer szám, akik egyébként bal szerencséjükre pont a környéken találtak lakni, amit ezt ugye szintén kiütött. Ez egy elég elkeserítő fejlemény, már mint nem az, hogy a Teslát így fúrják a szélső balosok, ez ugye a Musk kommunikációját ismerve tulajdonképpen benne volt a pakliban, hanem talán inkább az, hogy ennyire bután össze tud mosódni az, hogy gyűlölünk valakit azzal, hogy más embereknek ártunk ezzel összefüggésben. Ez talán nem a legokosabb. Viszont ennek kapcsán Elon Musk természetesen, mint rendes utcai harcos, ugye odarepült a helyszínre néhány nappal később, és egyrészt megnyugtatta a dolgozókat, hogy minden fasza, nem fognak elköltözni Németországból, ki fognak tartani, és minden jó lesz, a gyár is újraindult azóta, illetve fognak állítólag Berlinben is gyártani majd szemét, vagyis a Teslának a nagy nyerges és a kicsi autót is fogják majd gyártani, ami állítólag nagyon érik, hogy legyen egy kisebb, lényegesen olcsóbb Tesla. Ami azonban a legfontosabb üzenet volt a helyiek számára, az az, hogy az infláció fölött 18%-os béremelést kapnak, és rendkívül kedvező cégautóvásárlási lehetőségeket. Úgyhogy tulajdonképpen még egész jól kijöttek ebből. Volt egy hét szabíjuk, és oké, okay, lehet, hogy egy egy egész kicsit ilyen amper volt a környéken, de hát 18%-os béremerésért és olcsóan vehető cégautója cserébe ki ne szagolna egy kis égett távvezetéket. Az izomautók rajongói között sokan vannak, akik szívesen felgyújtanák a távvezetékeket, hogy megszabaduljanak az elektrifikációtól örökre, és őket szeretné valahogy mégis magához medve ölelni a Dodge. Ugyanis a Dodge, aminek a Hemi nevű v 8 generációk úgy emlegették, mint ahogy csak profétákat szokás, vagy csodákat, vagy hasonló égi jelenségeket. Szóval a Dodge is kénytelen átlépni az elektrifikáció korszakába, amivel kapcsolatosan érezni is bennük némi boldogtalanságot. Ennek kapcsán készítették ezt az egészen elképesztően gagyi filmet, ami azt ábrázolja olyan minőségű számítógépes grafikával, mint hogyha én csináltam volna kizárólag ingyenes mesterséges intelligencia előfizetések felhasználásával, hogy a vezérigazgató visszamegy az alapító Dodge testvérekhez, és elmagyarázza nekik, hogy most ők egy ilyen olyan világ számára készítik, az autóikat, aminek aztán egyszer csak eljön az a része, ahol a tudjuk kik azt akarják majd, hogy ne lehessen többet V8, meg benzin, de hogy ők, már mint a Dodge, igenis átmentik az izomautóság lényegét, és valójában így kiátszák a hülye bürokratákat, akik el akarják venni mindannyiuktól az örömöt, és just is ott lesz az öröm, és a non mert hát széles hátsó kerékre lesz rajta, meg ugyanolyan rohadt hangos lesz, mert még el is nevezték külön a hanggenerátorát ennek az autónak, csak éppen árammal fog menni, amitől még gyorsabb lehet vagy mint eddig bármikor. A képsorok kínosak, az autó viszont valószínűleg klassz lesz, 670 óriós lesz ugye az erősebbik változat, ami fölé jön majd még egy mega-mega-mega csúcsmodell, és ami érdekes, és amiért megmutatom az egészet, hogy eleve ugye két tonnánál nehezebb muscle carokról beszélünk, amik ráadásul 5,1 méter hosszúak, vagyis ez a kupé például, ez hosszabb, mint egy 7 üléses BMW X7. Vagy mondhatnék itt most tulajdonképpen bármit, Visszatértünk a tepsi amerikai autók országba, amire azt hittük, hogy ezen már a világ egyszer túl van. Ez volt az, amit az olajárválság és aztán a japán autók berobbanása egyszer már elsöpört. És azért nem teljesen kizárt, hogy a világ kitermel magából még valami hasonlót, ugye azzal, hogy most már egyszer túl vagyunk azon, hogy Korea volt az új Japán, és most akkor lehet, hogy az lesz, hogy Kína lesz az új Korea, ami az új Japán, ami az új Európa, ami az új Amerika. Továbbá az is kiderül a filmből, hogy lesz nem elektromos változat is, mert egy six packnek vagyis hatos csomagnak, ahogy a sört szokták árulni Amerikában, elnevezett Twin Turbo sorhat benzinmotorja is lesz majd a Chargernek és a Challengernek, ugye az egyik a kettő, a másik a négyajtós, és tök érdekes, hogy a kettő és négyajtós autó is Ugyanolyan hosszú, ugyanazon a padlón, ugyanazzal a tetővel, csak az ajtók számában van különbség. És bizonyára neked is feltűnt, hogy valamilyen megmagyarázhatatlanokból a négy ajtós változat, vagyis a Challenger, valójában jobban néz ki. Ugyanazon a kontinensen, vagyis Amerikában kilőtték a moltornyot az űrbe. Ui! És nem? Nem az van, hogy megőrültem, hanem az van, hogy amit igazából kilőttek az űrbe, vagyis a Starship, a SpaceX rakéta prototípusának a harmadik sorozatú példánya, az valójában, amikor ott áll azon az állványzaton, amiről éppen kilőni készülnek, olyan magas, mint Magyarország legmagasabb épülete, az egész budapesti látképet domináló, mindenfelé magasodó moltorony. Ez itt, barátom, ami olyan, mintha elrepülne egy rakéta, az valójában olyan, mintha elmenne egy felhőkarcoló a Földről. Ennek megfelelően ez minden idők legnagyobb lényegesen repülő berendezése, 5000 tonna a súlya, vagyis lényegesen nagyobb és nehezebb, mint a Saturn V nevű rakéta volt, ami itt az emberiség legnagyobb rakétája volt egészen eddig. A Starship nagyobb tehát, nem nagyon sokkal hosszabb egyelőre, de majd az is lesz, viszont az átmérője az ugyan, ugyanakkora, de sokkal tovább ugyanakkora. És ami a legfontosabb különbség, és ahonnan tudhatjuk, hogy az emberiség összességében érdemben megy előre, hogy ez egy nagyon olcsón gyártható, nagyon könnyen üzemeltethető rakéta az összes eddigihez képest, nem utolsó sorban azért, mert mindkét része az első fokozat és a második fokozat a Starship, mindkettő újra felhasználható, vagyis a küldetések végeztével elvileg leszáll. A SpaceX jelenleg használt rakétája, vagyis a Falcon 9 és a Falcon Heavy régóta tudja azt, hogy az első fokozat visszatér és leszáll, akár egyedül, akár másodmagában, ez egészül neki a jövőben azzal, hogy az ezeknél sokkal nagyobb és sokkal nagyobb hasznos kapacitású Starship is vissza tudna térni, és ennek eredményeképpen a világűrhöz való hozzáférés és mondjuk az állandó holdbázisok, vagy később a marsbázis létrehozása lehetséges volna a mi életünkben, sőt, hát a következő éveken belül. A kísérlet nagyobb részt sikeres volt, amennyiben a kilövés és a földkörüli pályára állás is sikeresen lezajlott. Annak minden kritikus részével beleértve a fokozatok szétválását is. Az első fokozat elindult visszafelé, de aztán nem sikerült igazából odáig eljutni, ameddig szerettek volna. Ezzel nem akartak leszállni, az volt a feladat, hogy belecsobbanjon valahova az óceánba, de egy kicsit előbb elveszett vele a kapcsolat a tervezetnél, ami pedig a pet illeti az sikeresen földkörüli pályára állt, ami azt jelenti, hogy azt, amit eddig vártunk egy rakétától, azt a részét már tudja. Ami a visszatérést illeti, ott is egész jó eredményei voltak. Nézzétek ezeket a képsorokat, ahol visszatér a légkörbe, és látszik, hogy felízzik körülött a levegő maga az ott plazma, amit látsz. Attól, hogy olyan sebességgel érkezik be, nagyságrendileg 25-26 ezer kilométer per órával, hogy összetorlódik előtte a levegő, és a nagy nyomástól annyira megmelegszik, hogy az ott plazma, és azért látunk erről képeket, ami teljes lehetetlenség, ha belegondolsz, mert nagyon sok Starlink antenna volt a felületén, és ezért valamerre mindig ki tudott kommunikálni a műholdakhoz egészen addig, ameddig ez is szétesett szegényként, vagy hát felrobbant, úgyhogy látszik, hogy a fejlesztés útján még van hova tovább menni, de az, hogy itt tartunk, az is milyen klassz már. Külön klassz, hogy a Space Junkies csapatának a jó voltából meghallgathatjátok, hogy hogy szól igazából a helyszínről egy magyar ember Imre Csaba Csaba Imre által tervezett mikrofonrendszerre rögzített rakéta kilövés hang, olyan, mintha valaki egy milliméterre a fülettől acetilén lánggal hegesztene. most komment szekció. Mindenkinek, aki az előadó művészet valamelyik ágában dolgozik, Régi fájdalma, hogy az ember beleteszi szívét, lelkét egy előadásba, és aztán valami egészen jelentéktelen részlet éri el igazából a közönség szívét, és soha nem tudhatjuk, hogy az mi lesz. Az előző TC híradó esetében ez egyértelműen a Mi a Kaki című könyv volt, amit uh, oda tettem stratégiailag magam mellé, ebből a legkisebb korú gyermekünknek szoktunk felolvasni a kakilásról és a bilizéssel kapcsolatos nélkül összetetlen információkat. Nem akarom elhinni, hogy az a kakis könyv nem gegnek lett odarakva, egy kis humor a háttérbe csempészve, lehet valamiért téma lesz, de kb. három perc után késztetést éreztem a kommentelésre, írta Ferenc István Varga, és valóban ezzel próbáltam egy kis titkos belső feszültséget építeni az adás során, hiszen mindenki tudja, hogy ok nélkül nem bukkannak föl általában díszletelemek, vannak is ezzel kapcsolatos dramaturgiai, illetve díszlettervezési alapszabályok, hogyha ugye van egy puska a színpadon, annak előbb-utóbb el kell sülnie, úgyhogy valószínűleg sokan vártátok, hogy melyik pillanatban fogok magam alá piszkítani, nem árulom el, hogy ez mikor történt, ha megtörtént egyáltalán komment szekció Biturbo, törzsnézőnk és kommentelőnk Emese, aki annak idején látta a TC híradóban az új Lancia Y-t, és annyira beleszeretett, hogy elhatározta, hogy oda megy, és fizikailag jelen lesz az ősbemutatóján, mutatóján, és megtekinti és vásárol egyet, hogyha teheti. Sikerrel letudta a missziónak legalábbis az első, talán nehezebbik felét, mert oda és megnézte. Küldetésről nekünk egy rövid összefoglalót. A leleplezésre értem oda. Pont jókor, jó helyem! A Lancia Pura tanulmányautó ihlette az új elektromos Y-t. A márka újraélesztését, reneszánszát tervezik népautó gyártásával. Ezért kitaláltam, hogy megnézem az első bemutatót. Amikor ezt eldöntöttem, számomra nem volt egyértelmű, hogy ez egy zárt körű rendezvény lesz. Utólag feltettem a legfontosabb kérdést, hogy jó-jó elmesél, jó, de akkor vettél? Amire azt válaszolta, hogy. Nem, nem vette meg, mert azt mondta, hogy adna egy kis időt leülepedni, meg eljutni a valódi végső termékig annak a hivatalos árával, meg hogy hol forgalmazzák, és milyen feltételek ezek mind nagyon józan gondolatok, hasonlóan józan gondolkodású emberekre lenne nagyobb számban szükség. És vegyetek példát emeséről, drága nézők, hogyha valami jó dolgot láttok, hallottak, ami az autózás körül történik, akkor keresetek meg engem a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bárhol, mindenhol Karottának hívnak, vagy Nino Karottának, és küldjetek el, és belekalapáljuk a híradóba, hiszen azt a munkát, amit te már elvégzel, nekem nem kell, neki fizetik. Mármint nekem. És hogy mi az a pillanat, amikor egy autós embernek hirtelen nagyon összerándul a feneke, ha észreveszi, hogy letrafisták, Így járt honfitársunk Szoboszlai Dominik Angliában, aki 3610 fontot, vagyis kb. 1,6 millió forintot kell, hogy becsengessen a kasszába, mert hogy az m autópályán túl bent lézte magát a sebességhatáron. Ráadásul a jelentős pénzbüntetés mellé még hat büntetőpontot is kapott, hiszen a britek is érzik, főleg ahol ugye annyira szeretik a focit, és ezért meg is fizetik a jó focistákat, hogy önmagában a pénz nem biztos, hogy visszatartó erő. Ebből az okból döntöttek úgy Ausztriában, hogy március 1 vagyis ez már így van, tényleg, két hetek nagyjából, elkobozzák azoknak az embereknek az autóját, akik gyorshajtanak. Ideiglenes elkobzás jár lakott területen belül a 60 km h órás sebesség túllépésért, nem lakott területen, vagyis lakott területen kívül a legalább 70 km h órás sebesség túllépésért, és állandó elkobzás, lakott területen belül a 80 km h órát meghaladó, vagyis a 130 km h fölötti gyorshajtásért, lakott területen kívül pedig a 90 km h órás extra gyorshajtási szint fölött van az állandó elkobzás, vagyis ha mondjuk 130 helyett 220-szal találnál tépni az autópályán, vagy még annál is többel. A bevétel 70%-a a közlekedésbiztonsági alapba kerül, már mint a bevételt azt úgy kell érteni, hogy miután elkobozzák az autódat, utána eladják. Árverésre bocsájtják, akármi van, nem tehetsz semmit, eladják, és 70%-át megkapja a közlekedésbiztonsági alap, 30%-át pedig a helyi önkormányzat, hogy legyen valami kis örömük abban, hogy ilyen csábító útak vannak, amiken keresztül szívesen gyorshajtanak az emberek. Mi van akkor, hogyha valaki más autójával csinálod ezt, Nos, akkor is lefoglalják, akkor is jár egy embertelenül nagy pénzbírság, és bevonják a jogosítványodat, illetve eltiltanak az adott autónak a vezetésétől örökre, oly módon, hogy azt beleírják az elkobzott autónak a forgalmiába. Vagyis akárki is volt, az autó onnantól kezdve kap egy billogot örökre, hogy te nem mehetsz vele soha. Akkor se, hogyha mondjuk a te céged autója volt ez. Ez van ugye akkor, hogyha valaki céges kontóra vásárolja magának a lamborghini vagy a bentley azt ugyanúgy kirántják alóla, és még el is adják. Ezt az egészet azért meséltük végig, mert egyrészt ijesztő és tanulságos, másrészt figyelem, külföldi sofőrökre is érvényes. Tehát, ha átmész Ausztriába, és ott veretsz, és aztán elkapnak, és arra hivatkozol, hogy de hát elnézést, én ezt egyrészt nem tudtam, másrészt én egy magyar állampolgár vagyok, rám ez nem érvényes. Az a rossz hírem van, hogy de. Március 4-én, hétfőn este, három nappal egyébként a szabály hatályba lépése után Bécsben már le is foglalták az első autót. Bécsen belül, ahol az 50-es sebességkorlátozás helyett 114 jel mentek, és a 28 éves ember bukta egyrészt ugye a jogsiját, másrészt az autóját. Szóval nem viccelnek a sógorok. És most Sport, illetve programajánló. Sokan mondják, hogy az a baj az ülőfoglalkozással, illetve hát a sofőr élettel, ami az ülőfoglalkozásnak egy nagyon speciális válfaja, hogy az embert se igazán változatos élmények nem biztos, hogy érik, meg hát ráadásul sosincs a friss levegőn. Ezt elégelte meg az a kamionvezető asszony, aki valahol Indiana és aki között egy hídon egy baleset egyébként vétlen résztvevő lett. A szembejövő sávban egy autó nem vette észre, hogy egy másik elromlott és megáll, ezért elrántotta a kormányt, ezért átkerült a szembesávba, ahol aztán neki ment egy autónak, ami neki csapódott a kamionnak, és a kamion pedig áttörte a korlátot. És nem leesett, hanem egy olyan jelenet keletkezett, amiért a Mission Impossible-ben 100 millió dollárokat szoktak kifizetni erre szakosodott cégeknek és itt tessék, az élet előállította ingyen, és a fülkében történő hosszú, hosszú, hosszú ideig tartó lógás is drámaian rettenetesen idegörlő lehetett. Tudjátok, ilyenkor más, az, hogy olyan nagy a csönd, de fütyül a szél, finoman leng a fülke, néha egy kicsit... Így hallod, hogy felsír a fém, nem tudod, hogy te autót készül éppen elengedni, vagy ott a szalakkorlát rúgja az utolsókat, ami beleakadt valamibe. Minden esetre sikerült megmenteni a sofőrt, akinek a hajaszála se görbült meg, ahogy egyébként a baleset többi részlevője is hál' Istennek túlélte minden idők egyik legdurvább és leglátványosabb kamionos balesetét. És ezután, sok stressz után egy kicsit csendesedjünk le, nyugodjunk le mindannyian kapibara megtekintés segítségével, A kapibara, vagy magyarul vizidisztó, olyan, mint egy hatalmas, végtelenül boldog, az életével mindig elégedett nagy aranyhörcsök mondjuk, vagy tengeri malac, és ilyen egy kapibara, amikor azt csinálja, ami ez a világon a legjobban ért, vagyis jól érzi magát a vízben. Ilyen jellegű, elégedett, nyugodt, elmélyült Békés, boldog perceket és órákat kívánok nektek egészen a legközelebbi TC híradóig, amikor majd újra találkozunk egymással. Remélhetőleg úgy, hogy addigra az eddiginél többen lesztek feliratkozva, írtatok kiváló kommenteket, és csorgassátok ránk úgy a szuperköszit, ahogy a melegvizet a dézsába a japánok. Köszönjük szépen tehát a találkozást, folytatjuk a héten valamikor. Addig is, sziasztok!